De a gépjármű hitelesek és a személyhitelrendel rendelkező ügyfelek már régóta várják, hogy számukra is milyen megoldási alternatívát fognak felkínálni. Most ez a forintosítás lenne. Azt látjuk, hogy sok ügyfél annak örül, hogy nem lesz több a törlesztő részlete a továbbiakban, mert ugye egy rögzített árfolyamon fizeti. Ellenben nagyon nagy problémát jelent, hogy a már felhalmozott tőke tartozása váltódik át forintra. Az azt jelenti, hogy nagyon sokan jóval többel fognak tartozni, mint tartoztak eddig, és úgymond kőbevéssük azt a tőke tartozást, ami a legtöbb ügyfél számára már követhetetlen. Ezek azok az ügyfelek, akiknél az autó már szinte nem ér semmit, vagy több év alatt ugye hatalmas amortizáción ment keresztül, ellenben a tőketartozásuk még mindig jelentős magas összeget fog képviselni. Rengeteg ügyfél az utóbbi időben végtörlesztési ajánlattal állt elő a pénzintézetek irányába, hogy egy egyösszegű végtörlesztéssel zárják le ezeket az autóhiteleket. Ez a forintosítás viszont azt látjuk, hogy az irányba befolyásolja a bankokat, hogy nem akarnak engedni ebből a tőketartozásból. Kíváncsiak leszünk és kíváncsian várjuk, hogy vajon az új megállapodások, az új szerződések, azok mennyire fogják az ügyfelek javát szolgálni.